Ez egy elég masszív példány, eredeti, ott is van. Original Flex. Szóval nekem van egy Flex-Flexem. Ez 2200 wattos, lágyindítás az nincs, tehát ez a 16 amperos hálózatról sem indul el. Sziasztok! Áramgenerátor még mindig a téma. Javaslom, hogy az S2000x4000-es kategóriát kellene megcélozni, mert amit nem tud az S1500x3000-es, azt tudja ő, és nekünk volt egy icipici problémánk ezzel a kis szörnyeteggel, ami ugye 1092 wattórás, az pedig 1500, ez azért súlyban is már egy kicsit más kategóriát képvisel, sajnos nem lehet őket egymásra rakni. Ez egy lényegesen jobban átgondolt történet, és hogyha te izmos gépeket használsz, akkor mindenképpen ezt javaslom. Mondom, hogy mi az izmos gép, ami erről nem ment el. Mert hogy nekem van egy Flexem. Le voilà! Ez egy elég masszív példány. Eredeti, ott is van. Original Flex. Szóval nekem van egy Flex-Flexem. Nézzük meg, hogy mit kezd vele az Alpovers. AC-t kell nyomni, hosszan. Semmi trükközés nem történt. Minusz egy fokban használtuk, több alkalommal nem volt kapacitás csökkenés. Tehát 100%-kal vittük ki, és 79-el hoztuk haza, hát most már csak 75. Kicsit csapágyas már. Betonvágásra használjuk, mert oda kell a tömeg. És akkor nézzük meg, hogy mi volt a másik gép, ami nem indult el. Van egy ilyenünk. Ez egy Vakita M2300. Ez egy 1500 wattos. Papíron simán tudnia kéne az indulást. De nem tudja, mert ugye ez egy annyira lebutított verzió, hogy egész egyszerűen akkor az indító nyomaték, hogy nem akar csinálni vele semmit. Nézzük meg, hogy mennyi ideig tudod használni a gépet. Ez a demonstrálás azért nem annyira egyszerű. 1 óra 32 percig tudod róla használni a 2200-as sikítót. Egy ilyen géppel 1 órát dolgozni, az kegyetlen. Használtunk róla egy 21 joule környéki hikoki vésőkalapácsot. Vagy vésőfúrót, bocsánat, betonkeverőt, lámpákat, fúrógépeket, tehát mindenféle ilyen dolgot, és mostoha körülmények között, tehát nedvesség, stb. Stb. Most éppen havernál maradt, van egy kis ruhája, meg fogom mutatni a kis ruhácskáját, mert hogy az is van hozzá, ami ilyen vízhatlanná teszi az egész történetet. Ezzel még egy problémánk volt a hegesztés. Megnézzük gyorsan, hogy egy inverterrel mit kezd a kicsike. Nem ez lett életem legszebb varrata, az már biztos. Viszont viszi! Visszaölt ezek sarokvarratból Hauk-Tomiba. Sikerült végre mindent az előlapra rakni, tehát semmi nincs oldalt, kivéve a töltés. Integrált töltője van. Ha túrázol, vagy kempingezel, vagy mit tudom, ennyi melóban nem lesz jó, tehát azért annyira nem erős. Nekem van egy másik, én azt szoktam használni. Itt is halomkábel, tehát mindenféle kábel használati hozzá. Még egy ilyen direkt akkumulátor töltő is van, ilyen bikakábel jellegű, meg egy csomó átalakító. Ez meg itt kilóg, tehát ezt ne akart kivenni belőle, mert ez itt van fixem. Csatokat lecsatolod, így, szétnyitottad, felállítod, így, és itt hátul vannak ilyen támasztékok. Hát én most csak ennyivel fogom letámasztani. Tehát ezekkel a támasztékokkal pedig így gyönyörűen le tudod rakni, és akkor termelik az áramot. Arra kell odafigyelned, hogy ez mindig a felébe hajlik. Így. Ezek a lábikók tartják, tehát ez így van megcsinálva. Tök ötletes egyébként az egész.
Ez csak egy opció, különböző csomagok vannak. Ha valaki úgy gondolja, akkor ezt vele lehet rakni. Egyébként utólag sem egy olyan nagyon vészes dolog. Előkotortam a kis kapucniát, ami ténylegesen egy ilyen tök jó vízlepergető hatást tud kelteni. Egyébként itt az oldala gumírozott, tehát azért be is lehet nyúlni. És így egybe lehet cipelni, tetején pedig elfér ez a kis tasak. És hogy könnyedén tud pakolászni, tehát apróság az egész igazából, de nagyon fontos. Az összes USB-A-ból 3,5 amper jön, két darab USB-C-nk van, 100 watt-tal, tehát gyors töltés, zomboly. Van továbbá a szivargyújtónk, az 10 amperrel működik. A hálózati töltő, ami integrálva van, az 400 wattot tud, illetve 500 wattal tudott tölteni szolárra. Na most ez azért izgalmas, mert a panelok azok 200 wattosak, legalábbis az a típus, ami nálam van, de ebből 3-at nyugodtan rá lehet kötni, és akkor itt van egy ilyen, hogy például 70 volttal tudsz menni. Tehát ugye sorba kell kötni őket, ugyanúgy, mint amik a tetőn vannak. Én ebben annyira nem vagyok egyébként otthon, de szoktam használni. Van egy Pro verziója is, tehát S2000 Pro, az 2400 wattot tud normál esetben leadni, a 2000-rel szemben, de ugyanúgy a csúcs az ugye 4000, minden más az teljesen megegyezik. Tehát, hogyha valakinek ilyen dolga van, hogy egyszerre akar, de nagyon gyorsan lemeríteni sok fogyasztóval, akkor azt célszerű beszerezni. Ha egyszerre tudod üzemeltetni a hálózati töltőt és a szolárt, akkor 1,6 óra alatt fogja nulláról feltölteni. 2500 ciklust ígér a gyártó töltés szempontjából. Én egyébként azt vettem észre ezeknél, ugye a régebbit azt már nagyon régóta használom, meg vagyok fázva, azért ilyen intonált hangom, hogy nem merül le. Volt olyan, hogy állt egy hónapot kb., mert épp akkor a kicsit használtam, mármint a másik kicsit, és nem merült le. Tehát ugyanúgy 100%-on maradt az egész dolog. Amit én hiányolok belőle, az a modularitás, tehát az, hogy ezt rá lehessen rakni például csak egy normál akubankra, amit szintén ugye ők gyártanak, és akkor a kettő összeáll, és akkor meg tudom növelni a kapacitást, hiszen az inverter a lényeg ebből a szempontból, hiszen az, ami itt most nagyon kakas. Másik pedig az, hogy tudjam használni, mint szünetmentes tápegység. Nyilván erre van nekik megoldásuk, minden gyártónak van, de azok jellemzően ugye már ilyen házi erőműveknek vannak titulálva, tehát ezek ilyen 4-6 kW környéki cuccok. Na most, hogyha te lakókocsizol, kempingezel, akkor ez szerintem egy rendkívül jó választás, akár lakóautóba, akár lakókocsiba, akár sima normál sátras kempinges. Nyilván, hogyha mászkálós a buli, tehát csővázas hátizsákkal rohangálsz, akkor ezt nem fogod magaddal vinni, de ha autóval mész, akkor ez tök jó. Ha lemerül az autót, tudod róla tölteni, tehát én is most pont épp úgy jártam, hogy a Hondát régen használtam, lemerült, kivittem a másikat, rádugtam a szíteket, aztán pillanatok alatt feltöltötte. Ha helyszínre mész, lusta vagy, de nagyon könnyű megszokni egyébként, nagyon könnyű használni nyilván, tehát pofon egyszerű, ezt bekapcsolod, aztán megy minden. Tudsz róla lámpát üzemeltetni, mehetnek róla a töltők, mehetnek róla az akkumulátortöltők, mehet róla az összes géped gyakorlatilag, ha kell, akkor még egy infrapanelt is adott esetben rá tudsz dugaszolni. Rengeteg olyan felhasználási területe van, amiről eddig korábban csak álmodtunk. Tehát ugye itt is megfigyelhető egy olyan trend, hogy most már nagyon olcsóak az ilyen 5-700 watt környéki ilyen cuccok, de tehát azok igazából persze megy róla a felső maró, megy róla a fúrógép, egy másfél dzsúlos ütvefúrót simán tudsz róla használni, de amikor izmos gépeket kezdesz el használni, fejezőfűrészt, akár merülőfűrészeket, bármilyen más ilyen faipari gépet, vagy építőipari gépet, akkor onnantól kezdve ez lesz az, amivel biztos, hogy nem fogsz megakadni. Az 1005-ös is tök jó, tehát én jellemzően eddig szinte mindenhova azt vittem magammal, mentünk vele zsaluzni, és tök jó. Tehát gyakorlatilag most az egyik autóban fixen bent van az egyik, mert ki tudja, mikor kell. És ugye lítium-ion technológia, tehát nem lítium-vasfoszfát, de ettől függetlenül teljesen jól működik. Tehát mondjuk itt az árban szerintem itt sikerült nekik egy kicsit sodorni, tehát egy csomó régebbi elektromos autóban is sima hagyományos lítium-ion technológia van. Ami még nagy előny, ugye a beépített töltő, tehát nem kell a... Nekem múltkor elveszett az egyik, hát elraktam az egyik táskában, volt meg, de aztán meg lett. Koszos, tehát azt hozzá kell tenni, koszos, mi használjuk ezért. Tehát ez nem patika, ezek használva vannak, le vannak tesztelve. Úgyhogy én mindenkinek csak ajánlani tudom. Akcióban nem tudom, azért elég jól lehozták az árát. Nem olcsó, nem azt mondom. De ha te termelni akarsz, és találkozol ezekkel a dolgokkal, mint mi múltkor, tavaly vagy tavaly előtt, hogy átvágtak egy földkábelt az építkezésen, és gyakorlatilag két napig nem volt áram,
mi meg ott álltunk a bazin nagy fejezőfűrészekkel, meg mindennel, és nem tudtunk dolgozni, volt nálunk egy Parkside aksis, persze, hogy az is akkor merült le. Mi parkettáztunk egyébként. Volt egy szünetmentes tápegysége a tulajnak, és akkor arról töltögettük, de nem volt azért az igazi, lassan ment a dolog. Ezzel ezek a problémák áthidalhatóak. Meglátjátok, hogy mit hoz a büdzsé. Lesznek még ebben az évben egyébként ilyen promós videók, de mellette próbálom hozni a szakmai tartalmakat is természetesen, főleg a tagság kapja meg ugye ezeket első körben. Akit zavar a promós videó, nem tudok sajnos mit kezdeni vele, muszáj ilyeneket is csinálni, mert ez is előrébb viszi az egész bulit. Továbbra is egyébként azt mondom, hogy szart nem mutatok be, nagyon sok mindenkit el kell utasítani, mert tényleg bődületesen nagy baromságokkal jönnek. Tehát múltkor már mindenkinek ismeretségi körben elmondtam, hogy sportfogadás. Tehát most én buzdítsak valakit arra, hogy fogadjon? Hát menjetek az anyátokba, hát vegyetek ilyet akkor, ne lovakra meg focira basszátok el a pénzt. Master Blaster!